Ha én ezt kihúzom az egyensúly helyzetéből, akkor jobbra-balra mozog. Idén is sokakat vonzott a Tudományok Éjszakája. A két kiváló pedagógus Tűri László és Kozma Sándor izgalmas, különleges fizikai kísérletekkel készültek. Két fő blokk volt az idén, egy mechanikai blokk, meg egy elektromos blokk, de kiegészült elől meg hátul egy-egy kis farkincával. Az elején kénytelenek voltunk szólni az idei tudományos szenzációról, a gravitációs hullámok felfedezéséről, vagy igazolásáról. A végén pedig a Riói olimpia kapcsán a sporteredményeknek egy kicsit a tudományos hátterét világítottuk meg. 9 éve indult a Tudományok Éjszakája. Az elsődleges cél most is nem más, mint a kezdetekkor, vagyis, hogy a fizikát közelebb hozzák a természettudományok iránt érdeklődőknek. Az előadásokat a két pedagógus show elemekkel fűszerezi, így még élvezetesebb az egyes jelenségek tudományos háttere. Az idő folyását jelképezi ez a papírcsík, és ha a rezgés közben bekövetkezik, akkor így néz ki a viberendezésünk. Idén 2 előadást is tartottak, hiszen tavaly olyan sok érdeklődő volt, hogy nem mindenki félt be a művelődési központ nézőterére. Nagyon örülünk neki, természetesen, hogy ekkora közönséget vonz ez az ismeretterjesztő előadás. Mi szívesen jövünk és készülünk rá 1 évet, de azt is meg kell érteni, hogy a terembefogadó képessége 500 fő. Az érdeklődők a rezgő és forgómozgásról, a karácsonyfai égők működéséről, valamint a nyomógombos telefon hang analíziséről is mindent megtudhattak. A különleges, élvezetes Tudományok Éjszakáját Cegléd város önkormányzata támogatja évről évre.